Láncó történetében többször előfordult, hogy valakinek állt egy témának, és egyáltalán nem volt érdekes vagy a köztudatban az a téma, és csinálgatta, csinálgatta, és akár hónapok vagy akár évekkel később lett az egy nagy. Botrány, mit... Tényleg nálunk szerintem elmondható, amit a reklámokra szoktak, hogy kettő az egybe, tehát milyen sok az egybe, tehát hogy ahogy itt az előbb felsoroltuk, hogy milyen témákban milyen plusz feladatokat látunk el, ami nem feltétlenül egy újságíró feladata, vagy legalábbis azzal, amit elvégzünk, simán elvégezzük bizonyos hatóságú munkáját, úgyhogy egyet fizet és sokat kap. Ez <laughs> nagyon fontos, szerintem én mindig szoktam hangsúlyozni, hogy mi írjuk le, hogy mit szeretnénk csinálni, nem nekünk írják le, tehát mi kitalálunk valamit, hogy ezt, hogy azt szeretnénk, nem podcastot szeretnénk, vagy videót szeretnénk, vagy valamit szeretnénk, és ahhoz keresünk finanszírozást. Hello, üdvözlök mindenkit, ez itt az Átlátszó Podcastja, és mai adásunk a közélet forpontján készül, amennyiben kezdhetek ezzel a költői, bár némileg kissé képpel mert a minap fogadta el a parlament az úgynevezett szuverenitás védelmi törvényt, amely ellen többek közt az átlátszó is tiltakozott, de az a kérésem, hogy ne erről beszéljünk, mert például az aláírt tiltakozás is tartalmaz több olyan mindent, ami feltételes módban fogalmazódott meg, tehát hogy mi következhet ebből, mi lehet ennek az eredménye, miként érint heti rosszul a feleket. Próbáljuk meg tisztába rakni most a dolgokat. Kik is vagyunk, miből működünk és mit végeztünk például ebben az évben. Már csak azért is, mert ehhez az ügyhöz kapcsolódóan például az egyik Velünk aláíró orgánum, a Válasz Online írt még korábban egy cikket, amelyben az a kitétel olvasható, hogy ők például nem vállalkoznának arra, amire mondjuk az átlátszó, hogy mindenféle nemzetközi pályázatokon vegyenek részt, mert ez olyan adminisztrációt igényel, olyan tapasztalatot igényel, olyan fáradtságot igényel, amelyre ők egyáltalán nincsenek felkészülve. Szóval próbáljuk meg úgy elmondani, ezt a részét is a dolgoknak, hogy azok, akik mondjuk első ránézésre, rokon szemveznének egy ilyen jogszabályálkotással, amelyet a parlament meghozott, is végig tudják gondolni, hogy igazunk van-e, vagy sem. Tényleg a népellenségei gyűlnek például ennél az asztalnál össze, akik név szerint a következőek. Kezdem a velem szemben lévő ülőknél, már csak, is, már csak a bennem lévő szexizmus miatt is. Fülöp Orsolya, illetve Katus Eszter az átlátszó lenyűgöző munkatársai, a jobbomon pedig Bodoki Tamás az átlátszó főszerkesztője foglal helyet. Tamás, akkor az a kérésem, hogy kezdte. Már csak azért is, mert amikor az átlátszó elindult több mint 12 évvel ezelőtt, akkor egy olyan modellt honosított meg, amely korábban a magyar médiában még nem létezett. 12 évvel ezelőtt, vagyis 2011-ben alapvetően a mikroadományokra vagy kisadományokra Kívántuk alapozni ezt a projektet, tehát az volt az elképzelés, hogy elkezdünk dolgozni, kiírjuk a bankszámlaszámunkat, és arra kérjük a közönséget, hogy ha tetszik a produkció, akkor lehet adományozni. És egyébként fél évet adtunk magunknak arra 2011 nyarán, hogy kiderüljön, hogy ez legalább egy embernek a fizetését megtermeli a -e, avagy sem. Ugye akkor én sem főállásban csináltam még az átlátszót, hanem más elfoglaltságok mellett. És hát az derült ki, hogy meglepően nagy volt a, sikere ilyen szempontból is a dolognak, hogy bőven jött egy, egy, fizetésnyi kis adomány az év végéig, és akkor gondoltuk úgy, hogy ezt talán érdemes akkor folytatni, bővíteni, fenntartani, stb. Mert egyébként akkor még semmi média nem Kampányolt ilyen olvasói támogatásért. Ugye ma, ha körülnézünk, azt látjuk, hogy az összes olyan ö, újság, aki nem az adófizetők pénzéből él, aki nem kormány kormánypropagandát folytat, és ezért cserébe nem kap mondjuk kormányhirdetéseket azok mind az olvasóikat próbálják meggyőzni arról, hogy ilyen olyan formába vagy adomány formájába vagy előfizetés formájába vagy valamilyen pévvolos, tehát fizetőfalas megoldásban tartsák el a, az újságírókat, de ez, 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 ez egy akkor még merőben szokatlan elképzelés volt és sokan nem is jósoltak nagy jövőt neki, ehhez képest tök sikeres volt. Néhány év múlva ugye létrehoztunk egy alapítványt is, és elkezdtünk eszi egy százalékokat is gyűjteni, és ma már ezt is szerteszét láthatjuk a magyar sajtópiacon, hogy hasonló módszerekkel próbálják az olvasókat a Financiális, fi, financiális, hozzájárulásra rábírni a független lapok? Váltsunk arról is két szót, nem azért, hogy feltétlenül téged promotáljunk, hogy mire is lehetett alapozni azt a reményt, hogy magánadományozók meg fogják nyitni a pénztárcájukat, vagy az online bankszámla felületeiket annak, hogyha te belekezdesz egy projektbe. Te korábban Index Magyar Narancs munkatársa voltál, az Indexen számtalan oknyomozó ügyet vittél végig. Ezt csak most megint azoknak mondom, akik szeretik fehérben, illetve feketében látni a világot és felosztani egyik vagy másik oldalra. Többek közt te voltál az az újságíró, akit 2006 után a Fidesz mint véres kardot hurcolt körbe, hogy a rendőri visszaélésekről írtál, aztán ugye erről kötetet is adtál ki, de ugyanúgy a késői gyurcsán kormányok korrupciós ügyeiről, többek között olyanról, amely börtönbüntetéses ítélettel is zárult, azon kevés ügyek egyike írtál, vagy foglalkoztál vele. Ez adhatott egy olyan hitelt az átlátszónak 2011-ben, hogy emberek gondolják azt, hogy nekik itt magyarként, magánszemélyként érdemes támogatást nyújtani. Ez volt a kezdet, jól mondom? Igen, valóban az, azt hiszem, hogy így a személyes ismertségemet, vagy a személyes brendet raktam bele a portként az átlátszónak a létrehozásában, és ezért lehetett talán az eleinte sikeres, vagy népszerű a dolog. De azóta már azért sok idő eltelt, és most már inkább a munkatársaknak a teljesítményéről szól szerintem jó, oké, rendben, udvarioskodjuk körbe egymást, nem ezért akartam ezt tenni, hanem azért, mert valószínűleg a forgatókönyv az pont fordítva volt, mint mondjuk közkeletű média interpretációk szerint lehetne. Először vannak magyar kis ráadásul nem feltétlenül a jelenlegi kormány vehemes ellenzékéből kikerülve, hanem inkább, talán inkább a túloldalról, és ezek után jön be csak az második lépésként, hogy az átlátszó kezdjen el pályázni különböző olyan helyekre, amely újságírók számára, nyomozók számára nyitva áll. Orsi, a kérdés az az, hogy jelen pillanatban az átlátszó milyen olyan pályázatokon vesz részt, amelyből pénzt is nyer, és hogy ezek mennyiben Olyasmik, amelyek a működésünket fedezik különböző megkötöttségek nélkül, vagy az, amire az előbb említett válasz online cikk is utal, hogy nagyon komoly megkötöttségekre, projektekre és meglehetősen szigorú elszámolásokra adunk pénzt. Valami áttekintést akkor kérlek mindazok számára, akik ezekkel nincsenek tisztában. A, onnan kezdeném, amit említettél a, a Válasz kapcsolatban, ott ugye az volt az állítása a cikknek, egyrészt, hogy 50-60 fős stáb alatt nem éri meg ezekkel a, a pályázati kiírásokkal foglalkozni. Szeretnénk a Válasz online kérni, hogy akkor valahonnan a munkaerőpiacról a hozzájuk tartozó bérköltséggel együtt irányítsan át hozzánk még olyan 30-valahány embert. <laughs> 40 Igen, 40-valahányat. Szóval, igazából egyrészt én azt gondolom, hogy nem kötelező pályázati forrásokhoz folyamodni. Szerintem teljesen az is egy legitim döntés, hogyha valaki más típusú forrásokat elégségesnek tart ahhoz, hogy működni tudjon. Valójában nálunk is elsősorban azért van, szükség pályázati forrásokra is, mert egy ponton ö, növekedni szeretett volna az átlátszó ö, ahhoz a létszámhoz képest, amit ö, évről évre mondjuk az olvasók a mikroadományokból és a donációkból összeadtak. És ö, ö, hát mi most jelenleg 15-en vagyunk már, úgyhogy ö, az elmúlt években erre már nem volt elég a, az olvasói támogatás, ö, viszont az volt a vezetői döntés, hogy ö, ö, szeretnénk nagyobb létszámmal, nem tudom, több cikket előállítani minden évben, és ö, ehhez több pénzre van szükség. Ö, általában minden ilyen pályázati forrásunk ö, 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 úgy, na szóval hogy a, ennek a folyamata általában úgy történik, hogy a támogató ö, kiír nyilvánosan egy pályázati kiírást, amire mindenki, bárki beadhat pályázatot. Nekünk is ilyen a a, egy jelentős része. A másik módszer olyan is előfordul, hogy egy adott támogató meghív Konkrétan olyan szervezeteket, hogy adjanak be pályázatot, amit, amelyeknek a tevékenységét fontosnak tartja, vagy vagy szimpatikusnak tartja. De öm, olyankor is van egy, öm, tehát el kell készíteni egy olyan pályázatot, amiben leírod, hogy mit szeretnél csinálni abból a, abból a támogatásból. Tehát ez, nagyon fontos, nem én mindig szoktam hangsúlyozni, hogy mi írjuk le, hogy mit szeretnénk csinálni, nem nekünk írják le. Tehát mi kitalálunk valamit, hogy ezt, hogy azt szeretnénk, nem podcastot szeretnénk, vagy videót szeretnénk, vagy valamit szeretnénk, és ahhoz keresünk finanszírozást, nem pedig úgy történik, ahogy ugye ez a kormánypropagandában elő van vezetve, hogy kvázi megbízások jönnek, témaötletek jönnek, ilyesmi. Nem jön, nem történik. A, azt mondja meg általában a, a támogató ezekben a kiírásokban, hogy ő milyen, milyen témákat tart fontosnak, milyen témákra szeretné adni a pénzét, de mondjuk ez, ez olyan tág szokott lenni általában, mint mondjuk például a volt egy, vagy van egy Európai Uniós keret, amit itthon az Ökotárs és három másik szervezet oszt, aminek a, a, pályázatán mi is nyertünk. Tehát ott az volt meghatározva a kiírásban, hogy európai alapértékeket kell erősíteni a, a projekttel. Európai alapérték például a véleménynyilvánítás szabadság, a, a média szabadság, az állampolgári jogok, tehát például, hogy jogod van közérdekű információkhoz, és, és azt kell bemutatni, azt kellett bemutatni egy igen részletes és hosszú pályázatban, hogy a te projekted ez, ezekhez, ezen alapértékek valamelyikéhez, vagy bármelyikéhez hogyan fog hozzájárulni. Például ebben az említett közös értékeink uniós keretben mi arra adtunk be pályázatot, hogy, hogy az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos visszasságokat és történéseket nyomon tudjuk követni, fel tudjuk deríteni, és az érintett települések lakosait segíteni tudjuk abban, hogy ezekhez az információkhoz hogyan tudnak ők hozzájutni. Akkor itt egy kicsikét szövekeljünk le az akkumulátorgyáraknál és itt majd Eszter téged is foglak élni, nem elsősorban a fő témád, ami miatt ma itt ülsz, de korábban, mint az országszerte rovatott szerkesztő emberként ezzel kapcsolatban azért mondjál valamit. Az akkumulátorgyárak azok pont nem olyan ügyek, hogy az akkumulátorgyárak ugye az pont nem olyan ügy, amelyet feltételeznek általában, hogy egy ilyen szervezetnek foglalkoznia kéne, tehát a hatalmasságoknak a visszásságait kideríti korrupció, hatalommal való visszaélés és ilyen, hanem ez egy klasszikus fogyasztóvédelmi ügy. És független attól, hogy egy akumulátor mell gyár mellett ellenzéki vagy fideszes lakik, és független attól egyébként, hogy megvalósul-e a beruházás, vagy nem valósul, meg, nem, nem független de ha megvalósul a beruházás, akkor sem mellékes számára, hogy mit írunk, mert hogy milyen lesz majd az a gyár, mennyiben sérti a mindennapi életét. Szóval ez egy, ez egy olyan tevékenység volt, ahol, ahol az átlátszó ilyen klasszikus lakossági igényeket, lakossági panaszokat próbált orvosolni. Amikor ilyenek vannak, mi, milyen ilyesmi jut még eszedbe, Eszter, amit csináltunk akkumulátorgyárakon túlmenően? Mármint, hogy lakossági érdekében. Igen, vagy, igen, vagy igen. Olyan hát például volt Madocsán a kavicsgyár, az ugye többször belefutottunk ebbe a témába, hogy először is a lakosság keresett meg minket, aztán ahogy teltek az évek, ez ugye mindig folytatódott. Ott például a Duna mellett, vagyis hát a Dunán akarták ugye szállítani a kavicsot, illetve egy olyan területen ívelt volna át a a szállító szalagami ami természetvédelmi terület, és a hát a madocsaiak nyilván ez ellen tiltakoztak, és hát erről ugye többször beszámoltunk, legutóbb már csak mi szinten számoltunk be erről, és ennek végül is az volt a vége, hogy a helyi lakosság tiltakozására visszavonták most ezt a próbálkozást egyelőre. Na de hát ö bizonyos szempontból mókásnak tűnik, nem feltétlenül mindenkinek az, de hasonló volt mondjuk a paks alatti hőmérőzés. Csak hogy valaki a munkánkat el tudja képzelni, hogy a vagy hát, munkátokat... A Greenpeace, amikor, ahogy megismertünk téged, a, az elásott mérgek... a, az ar... Igen, hát ugye szerettünk volna egy sorozatot csinálni, csak aztán még ezzel még adósak vagyunk, csak egy része lett meg, hogy az elfeledett ilyen mérgezett örökségeink az országba, hogy hol, hol milyen mérgeket hagytunk ott a talajból, meg a talajvízben, és ez például a Garé Baranya megyében található ez a település, és annak a külterületén található egy olyan földréteg, illetve hát elvileg még a vízben is ott található többszöröse. nem tudom kimondani, minek azóta sem. Ezt próbáltam akkor is, de sajnos már el is Jó, fejtettem. Jól szórakoztunk a videó felkészítésével. <laughs> <Olyan> 27 egyszerre <laughs> sikerült kimondanom. No igen, csak hogy visszakanyarodjunk a adásunk fő témájához, ezek mind olyan dolgok, amelyek fontosnak tűnnek, adott esetben még mondom, vannak ilyen kis szórakoztató ipari felhangja is, amikor rövid nadrágban az újságíró a Duna közepén tesz valamit, csak hogy ez ezt hogy eszközök kellenek például. Azt valamiből elő kell teremteni. Tehát valahogy oda kell menni, valamivel fel kell venni, és így tovább. Igen, én azt akartam Motorcsónak is kell. Igen, még az előbb hozzátenni, hogy például ezekre az országszerte típusú tudósításokra is van egy pályázati projektünk, kifejezetten arra írt, azért kértünk támogatást, hogy ne csak Budapestről, meg az ilyen nagy politikai ügyekről tudjunk beszámolni, hanem, hanem vidéki településeken ről is be tudjunk, szóval tudósítani tudjunk az ottani problémákról. Ez is, ez is, egy projektünk, amit, amit egy a, a amerikai alapítvány támogat csak mert az előbb ezt a vonalat nem vittük végig, mert azt is kérdezted, hogy kik a fő támogatók. Igen. Van közte magánalapítvány, ami Hollandiában van bejegyezve, van amerikai alapítvány, van az említett Európai Uniós keretből az Ökotárs és autonómia Alapítvány által támogatott pályázat, úgyhogy nagyjából most ezek a fontosabb támogatási projektjeink. Ugye egy ilyet most félig én is a vállamon cipelek a, a, pont országszerte pályázatban, és akkor itt elmondom egy, egy fájdalmat, hogy a sajtónak mit kell a vállára venni, hogy nem feltétlen magája. Amikor például azzal kapcsolatban, hogy milyen olyan közéleti adatok vannak, amelyet vidéken, hangsúlyosan vidéken fel lehet tárni, és amikor először végig gondoltam ezt, akkor arra jutottam, hogy a franc se fog szórakozni a magyar állam fenntartott intézményrendszere helyett. Van rengeteg egyetemünk, milyen olyan kormány kormányzati háttérintézmények, ha az olyan részletességgel meg szeretném csinálni, akár csak egyetlen egy megyében, ahogy szerintem mondjuk tudományosan kell, arra embereket ilyen több éves ösztöndíjra tartanak fenn. De végül is, mondva, mondva most az önkormányzati választásig megy egy sorozat, ami szerintem a legjobb tudásom szerint és az adatok sokaságával működik, de az a helyzet, hogy, hogy annak ellenére, hogy Isten se tudja hány társadalomtudós, politológust és izét tartunk fenn, nem készültek ebben a témában mondjuk történelmi megalapozottságú, a releváns adatokat feltáró, gazdaságot, demográfiát is bevonó anyagok, nem feltétlenül cikkeként, cikkbe írom, de valaki más tanulmány írna belőle. És hogy az a helyzet, hogy ha valaki ezzel szembesül, mert mondjuk érdekli, és mondjuk még rajta kívül érdekel 15 embert az országban, abban, abban az esetben nincsen hová nyúlnia. Akkor, akkor lehet egy fordulni egy pályázathoz, hogy, hogy ezt ő szeretné ilyen módon megcsinálni, és a legjobb tudása és korábbi újságori tapasztalatai, vagy a társadalomtudományok szerületén összeszeret egy tapasztalat szerint megcsinálja. Na, hát akkor erről beszámoltam én is, amit végzek. Viszont van egy másik, ami, ami sokfajta külföldi forrást érint, nem csak a mi finanszírozásunkat, hanem azt is, amit vizsgálunk többnyire, mert általában uniós forrásokból van. A közbeszerzések, amelyeket most te viszel, Eszter. próbáljuk azt meg elmondani, hogy ehhez a Unalmasnak tűnő megjelöléshez képest mi mindenre van szükség, hány hivatalhoz kell fordulni, milyen adatokat kell hozzá megnézni, milyen egyéb szakértőkkel konzultálni és bevonni, és ezt hogyan is kell aztán leadministrálni, hogy ezt értsék is, akik mondjuk majd finanszírozni próbáltak. Hát ezt nem tudom, hogy sikerül-e megvalósítani, hogy úgy, úgy megérni ezeket az anyagokat, hogy végül másnak is érdekesnek tűnjön. Pedig hát rengeteg adat és rengeteg Retfelek, pontosabban ilyen piros zászló van, vagy hát hogyha igen, talán így fordíthatjuk le. Azzal kapcsolatban, hogy itt milyen korrupciós folyamatok zajlanak, tehát hogy az a rendszer szintű korrupciónak a jelei azért nagyon jól kiütköznek ezeken a közbeszerzési eljárásokon. Ehhez van most egy nagyon szuper szakértőnk, akinek sajnos a nevét még mindig nem árulhatom el, de az ő segítségével így jobban a mélyére tudunk ezeknek ásni. Nyilván mi nem vagyunk jogászok, ő pedig az és hogy ő nagyon régi Mindenki úgy... beszél a saját nevében, mert én az vagyok. Okay, okay, okay. <laughs> Akkor én, én nem vagyok jogász, uh, és hát nyilván ezeket... A közbeszerzési jogász én sem vagyok. Igen, tehát hogy, tehát hogy ő ebben, ebben ő profi, és hát nyilván kiszúr olyan dolgokat, amiket mi nem feltétlenül. Tehát ugye vannak ezek a közbeszerzési honlapok, az egyik ilyen alfájos ez az ekr.gov.hu, ezzel kellünk, ezzel fekszünk most már fél éve, majdnem minden nap, és hát az egyik, amit vállaltunk, hogy a nagy keret vizsgáljuk, illetve a KBT 115-ös eljárásokat, amit már magamon is viselek ennek örömére, mert hogy tényleg ezzel foglalkozunk most már non-stop, ezek ugye a meghívásos pályázatok, amikről beszéltünk is az előző podcastben, hogy hogyan lehet ugye a tendereket úgy kírni, meg úgy meghívni hozzá a szereplőket, hogy tudjuk, hogy ki fogja megnyerni. Tehát, hogy milyen visszaéléseket lehet ezáltal úgy elkövetni. És hát ennek az oldalnak a böngészésével nagyon sok mindent már akkor meg tudunk állapítani, mikor még csak kírják ezeket a tendereket, hogy például olyan olyan tanúsítványokat kérnek el, amiről tudjuk, hogy nincsenek a cégeknek, olyan feltételeket szabnak mondjuk előző éves árbevétellel, vagy most hallottuk például a cégektől, hogy már, már, nem is jelentkeznek, már eleve sem, és akkor mi csak a kiírás látjuk, ami már nyilván meghatározott szereplőket vár csak jelentkezése, de hogy már előtte elterjed ez az információ, hogy jaj, hát akkor lenne 15 cég, aki, aki jelentkezne, de abból 10-nél mondjuk 15 fősek jó, hát akkor, hogy hogyan szűkítsük le egy kicsit akkor a piacot, akkor azt mondjuk, hogy akkor csak a 15 fő fölötti cégek jelentkezhetnek, és mi eljutunk oda, hogy kiírják már az eljárást, addigra már kiszortunk egy rakás céget, és mi ugye azt látjuk, hogy a kiírásnál már szintén majd ezek meg fognak jelenni, tehát szépen ott lesz, hogy 15 fő alatt nem jelentkezhetnek, 300 millió forint árbevétel alatt nem, nem lehet jelentkezni, és így tovább, és a végén marad az, hogy egy vagy két a versenyző indul. Most például mostanában azt tapasztaltuk, hogy egyrészt az EU-s pénzek hiánya miatt nagyon kevés építési beruházás van, emiatt majdnem minden kiírásra sokkal több ajánlat érkezik, meg pályázó jelentkezik be, mint korábban, tehát akik a nagy ágyúk csak ilyen több milliárdos pályázatokra jelentkeztek, most már az ilyen pár százmilliósokra is jelentkeznek. Illetve hát amit most a K-monitorral együtt visszük ezt a, ezt a kutatást, és ők például kiszúrták nemrég, hogy van ez az újfajta támogatási típus, amikor KKV-kat 6000 forinttal megtámogatnak, ha hajlandóak részt venni egy közbeszerzési eljáráson, mint pályázó. És hát a magyar leleményességnek köszönhetően hamar rájöttek, hogy ez egy nagyszerű pénzszerzési lehetőség. Úgyhogy gyanítjuk, hogy a közbeszerzési cég volt az, aki erre rálátott, hogy ez mi jó ötlet, és akkor megkeresett cégeket, hogy jelentkezzenek akkor is, hogyha éppen nem alkalmasak a feladatra, mert úgyis úgy olyan árajánlatot adnak, ami többszöröse lesz majd a nyertes árajánlatnak, és így nem fognak nyerni, viszont megkapják a forintos fontos támogatást, így is lett. Úgyhogy a zsadányi kerékpár út, ami egyébként került volna a 15 millióba, mert ugye a nyertes volt csinálja meg, végül került az uniónak kétszer annyi 32-be, mert hogy még 17 milliót kiosztottak támogatást gyanánt, de ezeket csak akkor vesszük észre, meg akkor látjuk meg, ha elvégezzük ezt a munkát, hogy egyesével végignézegetjük ezeket a pályázatokat, a cégeket, a cégadatbázisban elküldjük a megfelelő helyre a közérdekű adatigényléseket, amire aztán vagy kapunk választ, vagy nem vagy azt a választ, hogy nem válaszolnak, vagy nem rendelkeznek az adatokkal, de hogy még az még viszonylag az egy, az egy olyan dolog, ami ami még működőképes, mert arra elvileg kötelező nekik valamit reagálni. Um, és hát ennek a végén tulajdonképpen elvégezzük, ha visszakanyarodunk a korábbi témánkra, a közbeszerzési hatóság munkáját, mert ők csak egyesével nézik a tendereket, az összefüggéseket ők nem az vizsgálhatják. Az, az integritás hatóság munkáját is. Bár ők állítják, hogy velünk párhuzamosan ugyanolyan ö, problémás eseteket szúrtak és léptek is, sőt, hát a cikkeink nyomán több több ö, bejelentést is tettek már meg indítványt arra, hogy induljon nyomozás, úgyhogy még az is lehet, hogy együtt tudunk velük dolgozni, még ha ez nincs is kimondva. Hát vagy velük, vagy mással, mert ha végülis az egészből nem lesz semmi, és mondjuk kudarcba fullad a közbeszerzési tevékenységünk, abban az esetben piackutatóként alkalmazunk, és a nem pályázatokon fogunk indulni, hanem közbeszerzéseken is felnyaljuk a, a az elindulásért járó lóvét. No, viszont te hoztad szóba, én is megtettem volna, ezt nem teszed, a K-monitort, az is például egy kevéssé ismert dolog, aki nincsen benne, hogy nagyon sok esetben a kiíró az eleve együttműködést vár el a pályázóktól. Adott esetben nemzetközi együttműködés egy kifejezetten jellemző kiírási forma, amikor ilyen határon átívelő cross-border pályázatokat írnak ki. De ehhez is kell például egyfajta: olyan kiindulási pont alap, amikor nincsen meg mindenkinek. Tehát nem arról van szó, hogy áll valahol a, a CIA és nézi, hogy hova tudja vödörrel leönteni a dollárokat, hanem kell már eleve egy olyan fajta felkészültség, valaki szóba jöhessen, mert van olyan nemzetközi kapcsolatrendszere, van olyan tapasztalata, kitekintéssel bíró tapasztalattal a saját ország határain túra. Beszél angolul. Ja, igen. Ami nem mondható el azért például a magyar újságírók egy jelentős részéről. Eleve. Ez egy nehezítő tényező a cross border együttműködések kirá. Inkább azon a szinten, inkább úgy mondom. Hát az valaki semmilyen szinten sem. Ja, Jó. Ez, ez egy faj, de mondom, ez, ez jelentősen hát, lesz Ez arra, amit mondtál, igen. Vagy... Jó, én mondjuk ismerek egy csomó olyan újságírót, aki inkább magyarul beszél középfokon, de vagy úgyse, és, <laughs> és viszont követségekkel a... meg remekül szóba tud állni, tehát ez egy problémának a másik része, is. de ezt majd később szóba, <laughs> szóba, szóba De, hogy ez, ez például egy fájázati feltétel tud lenni, ami, ami kapásból nincsen meg egy csomó felületnek, cégnek, portálnak. Mi vívtunk egy hasonlóval egy év elején, amikor is határon túli magyar pénzköltéseket tártunk fel partnereinkkel, csak megint, hogy kinek az érdekében áll is fehér-fekete a világ, miközben írtunk a Tamással közösen egy cikket a minket megtámadó magyar nemzet felületein, én ráadásul még a hírtévében is vitáztam a cikk elkövetőjével és a többi, és ezt követően rá egy héttel egy vidéki városban, Fórumon, Hakném vettem részt, ahol a, a korábbi fideszes polgármester jelölt, aki ebben a téren otthon van felállt, és azt mondta, hogy szerinte nagyon helyesen tesszük, hogy e ezt megnézegetjük, mert ő messze menőkig egyetért a kormányal abban, hogy jelentős összegeket költ el a határon túl, mert ez egy fontos nemzeti cél. By the way, ebben én egyetértek vele. E viszont hát ezek a legszentebb célok kapnak a legkönnyebben Gellert ugye arra a legkönnyebb hivatkozni, és ennek uh, következtében. Hát, hát illetve ugye, ugye a magyar kormány, mikor a határon túl Ilyen pénzeket osztogat, akkor ugye pont azt csinálja, amit, amit a mi esetünkben kifogásol, hogy külföldről kapunk támogatásokat. Tehát a magyar kormány által ebben a témában, mert ő is föllép külföldi támogatóként, még akár az Egyesült Államokban is, ugye arról meg mostanában volt cikk az Átlátszón. Hát igen. Természetesen. Hát több cross-border együttműködésben. <gül> <gül> áll, a, áll a magyar korvány. Na jó, csak mondom még egyszer, hogy nem feltétlenül minden az, aminek látszik. Tehát ha valami miről mi írunk, akkor nem az a, fel, az a célunk, hogy feltétlenül megakadályozzuk, hanem az a célunk, hogy az, a projekt jobb legyen. Például, hogyha mondjuk egyik alapvetően ráadásul egy olyasmiről, amit nem szeretünk, hogy az újságíró nem szeret, de megakadályozni nem tudja, akkor az a célja, hogy akkor az legalább úgy működjön, ahogy a legjobb a környezetének amit is gyár, mondasz, az, pont valami. szerintem az aksi gyárakra Igen. abszolút vonatkozik. Tehát ebben a profi kolléga nőnk, a Bódnár mert tényleg évek óta foglalkozik a Gödi Samsung gyárral, meg hát azóta a többi épülőgyárral is, és ő, ott is pont erről szól, hogy tartsák be a szabályokat. Már ha vannak, ugye egyáltalán mert elvárunk tőlünk valamilyen szabályokat, de ha már van szabályozás, azt tartsák be, és mondjuk ne köznélküli közmeghallgatással. De Hát nem tudom szerintem, valószínűleg különböző motivációk van az újságíróknak, amikor, amikor újságot írnak. Szóval mondjuk például én akkor szoktam cikket írni, amikor érdekel egy téma, és, és azzal, hogy megírtam azzal, én befejezetnek tekintem, a, a, hogy mondjam, a feladatot. Tehát, hogy speciálén, én, de mondom, ez biztos, hogy mindenkinél más. Nekem nincs olyan, agendán, mint amivel mondjuk szokták vádolni a baloldali, vagy nem tudom, liberális médiát, hogy nekünk az a célunk, hogy mit tudom én, megdöntsük a kormányt, vagy lejárassuk a, a, a Fideszt. Öm, én, én nem, én nem, magam szempontjából nekem... Te Budapesten lemészhet, mindenki tudja, hogy te a fővárosi önkormányzatot akarod megdönteni. Hát, érdekes okay. kísérlet lenne, hogy azt bezárnánk, és akkor építsük újra, új, új alapokon, de ez elmondható szerintem az önkormányzatok jelentős részéről. De ha már így szóba került, meg a közbeszerzésekről is, ahogy az előbb beszéltünk, nem csak a nem csak a, a, a kormánypárti önkormányzatokra jellemzőek azok a közbeszerzési anomáliák, amikről az Eszter az előbb értekezett, hanem igen, volt olyan cikkünk is nemrég, ami a fővárosi önkormányzatban tárta fel azt, hogy szintén elég erősen irányítottnak tűnt az a közbeszerzés, aminek végül is egy nyertese volt. És, vagy egy, egy indulója. Egy... Bocsánat, hát egy nyertese és egy indulója, és, és az is két különböző közbeszerzésről beszélek. Egyébként mind a kettőben ugyanez volt a helyzet, hogy egy induló volt és egy nyertes, és ráadásul az egyikben egy olyan cég, ami ami az elmúlt évtizednek az egyik legnagyobb pénzmosási, bocsánat, nem pénzmosási fiktis számlázási ügyében jeleskedett és ö, 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 több érintett ö, előzetes börtönműntetését is tolti, még azt hiszem, még mindig, és ö, így is lehet közbeszerzést nyerni. Mondjuk el leszek kíváncsi, hogy a szuverenitás, ki tudom mondani, minden hivatal, ami nem tudom, milyen hülye neve van, mindegy, hogy, hogy ő például majd mit tekint annak, hogy mi, mi, mi a beavatkozás, hogy ez még az, vagy nem? Mert hogy én konkrétan, most mi ugye konkrét lépéseket tettünk, már a kiírásnál megnéztük a tendert, utána akkor megírtuk, hogy ez gáz lesz, amikor kiírták, és gáz lett, és elnyerte, nem nyerte az, aki, akkor szintén megírtuk, és ami meg olyan volt, azt közérdekű bejelentésebe is jelentettük. Tehát, hogy az viszont már aktivizmus, tehát, hogy azt én már nem tartom. De nem vagyunk jelölő szervezetek. Én arra szoktam gondolni, hogy szerencsére, tehát, hogy a választói akaratot ez kevéssé befolyásolja, hiszen tíz éve írjuk ezeket a cikkeket, és semmi, és semmi ötött semmilyen ötött. Módon nem, nem a választói akarat. Haton, úgyhogy talán a De nem vagyunk alanyai ennek a törvénynek ilyen módon, meg különben is. Ami szerintem ebből tanulságosabb az az, hogy, hogy sok esetben ahhoz tud hozzájárulni, ha mondjuk egy szakmai kiíró van, egy olyan finanszírozó, aki nem kötődik feltétlenül egy adott nyilvánossághoz, ez az egyik oldal a dolgoknak, hogy nem vagy kiszolgáltatva a pillanatnyi botrányoknak. Ugye sokfajta kiszolgáltatottság lehet, és az egyik kiszolgáltatottság az, hogy vannak slágerügyek, és amikor ez akkumulátorgyártás éppen nem szerepel a között, mert, mert politikailag irreleváns, már megunta az ország másik végén lakó, akkor igenis van forrás arra, hogy egy újságíró konok módon meglehetősen nagy szívossággal ezzel foglalkozzon továbbra is ha érdekli épp el a népeket, ha nem. Nagyon-nagyon e, fontos dolog, hogy az ember egyébként valamelyest függetleníteni tudja magát a pillanatnyi közönség igényektől is, mert különben, ha nem ez lenne, mindenki bulvárt írna. Nem, Tamás? Abszolút, tehát az átlátszó történetében ezt többször előfordult, hogy valakinek állt egy témának, és egyáltalán nem volt érdekes, vagy a köztudatban az a téma, és csinálgatta, csinálgatta, és akár hónapok, vagy akár évekkel később lett az egy nagy botrány, mint az Eliosz ügyben, már két 2013-ban föltűnt egy kollégámnak, hogy hát ott egy cég nagyon elkezdte nyerni ezeket a napelemes, meg közvilágításos közbeszerzéseket, írt róla egy csomó cikket, semmi nem történt, és utána abból évek múlva lett ugye az Eliosz botrány, tehát itt az a, az a szerencsés helyzet, hogy nem kell mindig azt a napi sztártémát megírni, amivel éppen be lehet hozni a azt a pár tízezer kattintást, hanem az újságíróknak szabadsága van olyan témát választani, ami lehet, hogy csak évek múlva, vagy lehet, hogy soha nem lesz egy igazán népszerű vagy vagy kattintékony történet. Ez a dolgoknak az egyik fele, ezzel felmagasztaltuk most a, a különböző nagy szervezeteket, amelyek írnak ki pályázatokat újságíróknak, de szerintem az sem egészséges, amikor valaki csupán ezekre hagyatkozik. Szerintem, amit a Fidesz állít, az jelenségként létezik, csak nem úgy, és egyébként pedig a Fidesznek jó, ahogy ez jelen pillanatban sok esetben létezik. Abban az esetben, ha valaki nem függ egyáltalán az adott piactól, az adott közönségtől, az adott nyilvánosságtól, akkor nem is akar megfelelni olyan módon sem, hogy mondjuk az érdekeit nézze szem előtt, hogy minek tartja fontosnak. Szerintem ez a jelenség, ez a nemzetközi workshop, turizmus és az ebből való finanszírozás szívása, ez van. És itt nagyon-nagyon-nagyon sokan lebegnek el jelen pillanatban, nem csak nálunk, hanem mindenhol egy adott ország valóságától. Ez a... nem csak média. Nem csak média jelenség, jel. ez abszolút a civil szervezeteknél szerintem előfordul, azért mert uh, nincs más, a itthon nincs más forrás, amiből uh, egyszerűen fent tudnak maradni, és akkor belekényszerülnek, tényleg belekényszerülnek ebbe, amit mondasz, ebbe az Európai Uniós vagy akármilyen uh, pályázati rendszerbe, ahol fél évente különböző uh, találkozókra kell utazni, és szóval megvan ennek a hát nem azt mondom, hogy iparága, de a kis világa. Tehát, magyarán szó, akkor összefoglalva, amiről idáig beszélgettünk, hogy az a jó, az a célra vezető, és arra törekszünk, hogy valamiféle egyensúlyt hozzunk létre. Hogy ne függjünk egyik részétől sem, sem a közvélemény pillanatnyi hangulatától, szenzációiségétől, illetve attól sem, hogy teljes egészében nem magyar talajból kinőtt emberek fejlővéseit próbáljuk meg ilyen edukáció szinten a magyar rögvalóságban terjeszteni. Hát meg annyiban egyébként igaza volt a stumpf a válasz online-on, hogy tényleg nagyon-nagyon adminisztrációs Igénye járnak ezek a pályázatok, amit teljesen érthető, hogy ő, ő, ő nem szeret, mert egyikünk se szereti szóval, már csak ezért sem szeretnénk túl sok pályázati projektet magunkra vagy a nyakunkba venni. Mert... Utána húsz éve ismerem, inkább lenyeltem arra vonatkozólag a megjegyzéseiben, hogy mit nem szeret. No. Nem is minden újságíró alkalmas rá, tehát igazából ugye itt azért megbosszulja magát, hogy ez egy kicsi szerkesztőség, tehát gyakorlatilag az újságíróknak is részt kell venni a pályázati adminisztrációban, nincs kiadói háttér, nincsen adminisztráció, vagy csak olyan kevesen, hogy az nem, nem tudja ezt levenni az újságírókról. Tehát, hogyha nincs mikrodonáció, ami nagyon fontos, és az elsődleges forrásunk, és nincs SZI 1 százalék, akkor bizony a projektek számát növelni kell, hogy az idén is történt, és ezzel nő az adminisztráció, és ez egyébként az egész lapnak a hatékonyságát is rontja, mert mondjuk én például már hétfő nem jutok hozzá ahhoz, hogy egy cikket megnézzek, mert, mert p p pályázat azok, meg adminisztrálok, meg, meg ilyesmiket próbálok előre mozdítani. Miközben én azért csak szerkesztő volnék, meg újságcikkeket szeretnék, szeretnék írni, meg szerkeszteni, és nem ezzel a részével foglalkozni, szóval azért van ebbe valami, hogy ára van ezeknek a... Tehát, ha valaki jót akar velünk csinálni, akkor lesz szíves utalni, hogy fel tudja szabadítani az adminisztráció rabszolgasságából, vagy rabszolgatartásából a főszerkesztőnket. Igen, ugyanakkor a mikrodonációval is van egy csomó munka. Azt a munkát vállaljuk, tehát küldi. <coughs> <coughs> ja, 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 igen, igen. <coughs> Én köszönöm szépen, szerintem nagyjából adtunk egy teljes képet, vagy legalábbis bepillantást, mondom még egyszer szándékainkon felül is, marad bennetek valami, ami feltétlenül kikívánkozna? Talán csak annyi, hogy a, a, a forrásainkat mi publikáljuk a, a honlapon. Igen, ez egy fontos szóval, dolog, igen. Szóval mindenki számára elérhető, és nem csak úgy, hogy a beszkennelt beszámolóból ki lehet olvasgatni 75 oldalon keresztül, hanem megpróbáljuk az érthetően ilyen ábrákban és diagramokban feltüntetni tényleg nálunk szerintem elmondható, amit a reklámokra szoktak, hogy kettő az egybe, tehát milyen sok az egybe, tehát hogy ahogy itt az előbb felsoroltuk, hogy milyen témákban, milyen plusz feladatokat látunk el, ami nem feltétlenül egy újságíró feladata, vagy legalábbis azzal, amit elvégzünk, simán elvégezzük bizonyos hatóság munkáját, úgyhogy egyet fizet és sokat kap. Ez jó, ez jó, ezt, erről csináljunk egy bonnert. Jó.